És ismét egy kis Fortnite. Alapból magában ez a skin nagyon komoly. Néha tényleg olyan jó skineket adnak ki, hogy hihetetlen. Nekem ez a design tetszik, ez az ember, de kicsit valahogy, mert tudod, most nem azért, de szerintem az ázsiai hölgyeket, már mindjárt mondom is, hogy kik ezek a... Mindjárt mondom, tudjátok, vannak azok az ázsiai hölgyek, azt hiszem Japánba megy ez, hogy ilyen gésák, na ilyen gése a hölgy hangulaton van ettől a skintől. Nektek nem? Na mindegy is, ugye ki tudja, hogy kik a gésák, azt tudja, hogy ugye a nagyon vonzó hölgyek. Na, csak ki apukám. Kéne pajzs. Hú, ez para volt. Háromszor kellett, hogy eltaláljam, hogy kinyitvanjam. Valaki mögöttem van. Pont elkaptam még. Szóval megértedik egy skacokként, csak azt nem akarom, hogy egymás idejét vesztegessék az emberek, meg egymás vítsék. Köszi a teljes leírást a gésákról a cseten, haver. Hát ezt szétlézereztük szegényt. Mennyi lútja volt. Mint a karácsonyfáról minden egyes dísz egyszerre lehullott volna. Tudod, csak relax. Aki rám próbált lenni egyet nyillal. A bumbós arc nem akar rám jönni, mi? Tudod, a Mohamed nem megy a hegyhez. A hegy nekem Mohamedhez. Köszöntelek a béke szigetének. Nem tudom, melyik őkre menjek rá. Melyik őkre az egy dobozban üldögél. Technikailag befalazza magát. Köszöntelek a béke szigetének. Jó volt ez a bumbos emberke. Azt is hittem, hogy nem. Nem. Már rakétvető volt. Az is tetszik. Mit csinál? Hát kivett a viharba az ember? Hova lett? A viharba jön végig. Miért csináltad ezt, bro? Fog nyitvanni a viharban a csóka. Egyszer eltalálom és kihívfan, fix. Végigment a VR-ról, úgyhogy már ilyen ötöket sebez. Jaj, ne is, rámegy a másik playerre. Nem, csak menni fog körbe-körbe, mi? Ez nem is egy player volt, hanem egy hoverboard. Oka. Ilyen se nagyon volt még, hogy egy hoverboard verjen el. Ilyen se nagyon éltem át, hogy egy hoverboard csak így, tudod? Nem is akarok erről beszélni. Ah. Már csak direkt azért körözít össze-vissza az hoverboard, hogy izé, az orrom alá dörgölje. Köszöntelek a béke szigetén. Nézzük, az úgyse embernek át akarnám adni a victory-t. Amíg olyan lesz, aki lő. Utóbbi időben párszor volt olyan, hogy olyan emberek voltak a játék végén, akik kinyifantak a vihartól, csak úgy, meg ilyenek. Vigyáznom kell nagyon. Nagy véletlenül kinyifanjon majd. Hopp, gyanús! Ez már nem a hoverboard lett, vagy ez is a hoverboard!
Miért van ilyen hangja Hoverboardnak? Amikor megy a Hyperloopban. Ketten is vannak. Mi fogom eldönteni, hogy ki legyen a győztes. Lehet, hogy megint le kéne, hogy játsszák? És a győztes, amelyikük Z megnyeri az 1v1-et, annak átadom a Victory-t. Szerintem ez lesz. Jó, ez egy lépcső, oké. Okay. Azt mondja, hogy tető ellen. Nem rossz. Akkor legyen ez. Amelyikük megnyeri az 1v1-et, az lesz a kiválasztott. Csípem az ilyeneket. Itt van bent az ember amúgy, azt szeretne meg. Halló! Nem, nincs itt senki. Kéne valami ízi közvetítői állás. Onnan tényleg jól belátok minden. Mikrofont kellett volna hoznom. Csákányként. Van olyanom. Hopp hopp! Oké, meg ott, jól látom, a távolban az első harcosunk érkezik. Gyufa! itt van velünk gyufa. Ha mindjárt közelebb kerülünk hozzá is, csak jobban be tudja mutatni. A másik játékos egyelőre úgy döntött, hogy rejtőzködik. Egy Chuck Jag a földön, nem emlékszem rá, hogy én nyitottam volna a Chuck Jagot. Gyanús, gyanús. A leggyanúsabb nekem az a bokor. Hopp hopp, itt a fa mögött van valaki. Te vagy az gyufa? Igen, gyufa az. Igen, igen. Oké. Okay. Gyufa! Te se tudod, hol a gyerek? Fölöttük van? Hol van, bácsi? Hopp, itt jön, itt jön, itt jön. Ez default Károly, ez, ja, ez megidő. Kacsi! Kacsi! Jól emlékszem, a múltkor lehoztad. Most is le kéne. Viszont az a baj, hogy most egy kicsit komolyabb ellenfeled lesz. Na jó, errefele jön a vihar. Úgyhogy gyufának jönnie kell. Bármi bárhogy alakul, gyufának jönnie kell. Sőt, szinte már itt is van valahol. Itt vagy, gyufa! Nem, ez Károly, aki itt ugrál alattam. Menni kéne, gyufa. Sniperrel a kezében megindul, nagyon helyes, noscope, megy el a noscope öreg. Kicsit közel fogunk mindjárt jutni gyufához. Ez feltűnésmentesen. Miért érzem azt, hogy gyufa rám van feszülve? Miért érzem azt, hogy gyufa rám van feszülve? Gyerünk, Károly! Itt nézd előtt! Itt nézd előtt! Hája, gyufa rám van feszülve nagyon. Mi a baj, gyufa? Miért csinálod ezt? Ne, Károly meghalt a viharban! Károly meghalt a viharban! No! Na figyelj, gyufa! Megmondom a frankot. Alapvetően én úgy vagyok vele, hogy át kéne, hogy adjam a győzelmet. Hát te jobban építesz, mint én. És akkor mit évül legyen, gyufa? Ki előkapja a rakétvetőt, úgy hallom. Ez a megoldás, gyufa, nem beszélhetnénk ezt meg, pater? Gyufa! Hoppá! Ha ott most nyomtál volna egy 360-as trickshotot nekem, akkor azt mondom oké. Azt mondom oké. Vadulj meg! Vadulj meg, pater! Szerezd meg a wint! Szerezd meg a wint, gyufa! Hoppá! Vedd el tőlem, ez az! Talán így egy kicsit azért izgalmasabb lesz neki is. Gyerünk, gyufa! Boris lángokba a világot! Még van nyersanyag, úgy látom. Azaz, na ez már jó, ez már jó. Többet kérem, fater, hogy tunkolj! Úgy. Vissza fog az jönni, papi csula. Van úgy még egy picit. Lézeres sokkal többen. Úgy. Lehet csak akkor lézerezik engem, amikor híleleg. Azt kell, hogy folyamat lézerezzen. Akkor csak tud. Nem tudjak ennyit építeni. Be fogja robbantani magát, be fogja robbantani. Itt van, ölj meg. K-
Köszöntelek a békeszigetén. Van a két vetőt. Jó, jó, ez túl közel volt. Gyere, gyere, gyere. Kapjál, kapjál. Kapjál. Nice, G to the G. Az öreg gyufára végül csak sikerült lehozni. Ott van a győzelmi tánc is. Kicsit veszélyes volt, amikor előkapta a rakétavetőt, kicsit rájött a parra, túl sokat láttam már, túl sokszor történt meg. Véletlenül esül a bal gomb pont az arcába, tudod, nem akartam volna megkockáztatni. Úgyhogy a G to the G-re, hogy tetszett a gépskacok. Károly nem állt ellen. Az kár. Károlynak egy kicsit még rá kellett volna feszülni a dolgokra. Lehet, hogy zavarba volt egyébként, lehet, hogy zavarba volt. Úgy éreztem, hogy Károly nem állt készen arra, hogy csak így hirtelen a reflektorfénybe kerüljem. Ja. Ja. 8 kíje volt! Nem bontott! Több kíje volt, mint neked! Nem bontott! Biztos, hogy ez egy olyan ember volt, akinek át kellett valahogy adjam. Nem hiszem, hogy ráfért. Ha élvezted a videót, iratkozz fel, hogy le ne maradj a következőről. És oszd meg másokkal is. Ha nyomnál egy lájkot, nagyon hálás lennék, és sokat segítene. Ha élőben is néznél, minden nap livestreamelek délután 4-től, kivéve csütörtökön. Linkek a leírásban és a kommentek közt. Remélem összefutunk ott is, és köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb. Azt a prediction-es mindenit.